Én szigorúan pestibe vallom magam, és életemnek egy részét ott töltöttem, illetve tulajdonképpen a nagyobbik részét vidéken. Budapestről mentünk be Komárom megyére, de nem Tatabányára, hanem Oroszlánra, de Tatabányán érettségiztem, szóval valahogy Tatabányán, igen. És aztán az egyetemre visszakerültem Pestre, nagy örömmel természetesen, és nagyon szívesen megyek bármikor fel Pestre újra. És kacérkodom is, hogy milyen jó lenne most már ott lakni, most már semmi nem köt Veszprémhez, mint érdekes lenne. De akkor rögtön eszembe jut a sok ismerős, az anyag, ami a múzeumban feldolgozásra várva, és a többi, és a többi. És aztán az egyetemet, ahogy befejeztem, kerültem ide.